Robogunk tovább, Nagykatalin kapja a Rakti Gyula Intézetnek a munkatársa, illetve a Kakmai Kutatósportnak a lehetőségben a római helyre. És a kutatósport névadójáról Kakmai Vilmos kutatási kérelmei a Vatikának a Fogadóságban 1881-1885 között színűen hogy jutott be a vatikáni levéltárba, és hogy kezdte a munkásságát, pár szóban ugye a levéltár történetéről szólunk el ebben az időszakban. Mint tudjuk, a vatikán titkos levéltár, majd napom már apostoli, de én most vatikáni levéltárként fogom még hívni az időszakból. Mint tudjuk, a katolikus egyház központjának szívében található történelmi fontosságot, vatikáni titkos levéltár évszázadok óta halmoz fel az egyházi történelem szempontjából értékes dokumentumokat, különböző pápai levéltárak egységeit összegyűjtve. A 18.-19. század különösen eseményekben gazdag, mint tudjuk, 1798-ban az Angyalvárban őrzött dokumentumok végre is helyet találnak a titkos levéltárban, Vatikán falai között. 1800-ban Napóleon hadjárat a milyen csók az összes dokumentumok földre került. Visszaszállítások 1815-1817-ben szervezték meg. Sajnos, mint tudjuk, hogy Hizilton történő szállításkor egyéb balesetek során sajnos egy része a dokumentumoknak elveszett. Ezért is, amikor eljutunk az 1881-es időpontra, ami tudjuk igazán fontos a kutatók számára, hiszen ekkor nyitja meg a titkos levéltár kapuit a kutatók előtt, akkor már egy olyan történelmi helyzetben találja magukat, hogy gyakorlatilag 1870-ben a vatikáni levéltár prefektus nélkül maradt, mivel augusztusi terjére osztották meg hivataláltól, több mint 15 év után a vatikáni levéltárnak a tridenti zsinatról szóló iratainak közismert vágya miatt. Igazából megőrizhette egy útdíját, címét is, és címét nem, tehát útdíját és római lakását is megőrizhette. 1870. június 8-áig, amikor Giuseppe Carton választották meg a levéltár irányítására, a címmel felruházva, adta vissza el a Santa Sede, ő is pápai egyházi akadémiai elnöki címét megőrizhette, akkor is, amikor már arkivisztelen a Santa Sede címét felvette. Utóda is a vatikáni titkos levéltár vezetésének hivatalában Carlo Cristofori megtartotta a korábbi dékáni címét a szignatúra bíróságánál 1873 áprilisi kinevezése után. Itt mutatom a levéltár honlapját, hogy felhívja a figyelmet, hogy nagyon értékes információkat tartalmaz. Több esetben még külön olvasmányjegyzéket is találunk a különböző prefektusok életművéhez. Tehát ebben az időszakban beszéltünk arról, hogy az Anyaszent Egyház levéltárosa megnevezés megszületett ez az első használatra. Teljesen váratlan halála és Cristofori felmondása, ekkor ő már prefektus egy járkéből a Santa Sede elnevezés alatt működött, csak
van két évig hivatal ellátása után újra irányítás nélkül hagyta a titkos levéltárat. 1877. januárjában Francesco Rossi Bernardini személyébe látjuk el a prefektus. Tapasztalatai révén harmonikusan tudta irányítani a levéltár munkálatait. Ezután már közeli frakói kezdésére, ez igazából már ebben az időszakban volt kapcsolata a szentszékkel, tehát a 13. Leó elsődleges célja Hergel Röltre, bíboros és történész kinevezésével a levéltár színvonalának emelése volt. Igazából tehát gyakorlatilag a nyitás az 1881-ben történjen a kutatók számára, de már tudjuk, hogy 1879-től fel lehetőek különböző kérmények, például köztük Pásztor kérménye is, és 1880-ban már 1000 kérmény találunk, tehát kutatók már különböző kutatásaikat elkezdték, vagy tárban elkezdték szervezni a kutatás folyamatát. 1885-ben a hivatalos megnyitás, ez azt is jelenti, hogy befolyásolta a levéltár működését. Változások között említhetjük, hogy nőtt a levéltárosok száma, egy újonnan megalapított kongresszusi tanács segítette a prefektus feladatait. Főleg a levéltárban folyó munkálatok menetének megszervezésével kapcsolatban is fontosabb vált a napi érintkezés a prefektus és a levéltárosok között a hatékony munka elősegítése érdekében. Tehát eljutunk Frakói kutatásaihoz. Frakói díja most már 1879-ben az Akadémia főtitkár, 1878-tól nagyvállalati kanóna, 1879-től szexárdi címzetes apa, 1890-től arvai címzetes püspök, Rómában Magyar Történeti Intézetet alapított 1892-ben, és mindenek előtt a számunkra most fontos téma, különböz kapcsolódóan a Magyar Vatikán Lombanytár, a Monumenta Vatikának kötetének kiadásának felelőssége, hogy néhány szóval bevezessen jelentőségét. A magyar kutatások igazából már a barokk korra visszavezethetőek, amit Tusor tanár úr 2022-es kötetében, aki életeti bővebb információ található, tehát nem az első magyar kutatásokról van szó. Frakói Vilmos a magyar kulturális és tudományos életek legjelentősebb alapja, mondhatjuk. 1860-as évektől már Rómában kutat. Ezen túl fennmaradt a kutatási kérvényei, amik azt tanúsítják, hogy 1864-től közvetlen kapcsolatban áll a Vatikánban és többször jár Rómában. Giacomo Antonelli bíboros államtitkár a intézet leveléből kiderült, hogy már korán, ez időszakban belefogott Pázmány Péter bíboros, magyar prímás, 5. Pál pápa, 15. Gergely pápa és 8. Orbán pápa fennmaradt dokumentumainak feldolgozásába. Frakói kutatási kérelmeire szeretnék hangsúlyt fektetni, főleg az 1881-es évtől. Gyakorlatilag ezek a kutatási kérelmek nem nyitottak a kutatók előtt, mivel egy külön engedélyt kellett kérnem. Ezek a kutatási kérelmek a levéltár prefektúrájának archívumában találhatóak, tehát külön engedéllyel lehet őket tanulmányozni. Még egy nagyon fontos dolog, hogy 1851-ben 9. Pius pápa mondtuk prokiójából, tudjuk, hogy ez időszakban tilos volt átírni a dokumentumok eredeti szövegét.
de mint kiderül ahhoz, hogy teljesen levelezéséből lehetséges volt másolatokat kérni az okmányokból. Tehát így el tudjuk képzelni, hogy a Frantumi első kutatásai, amikor első alkalommal a titkos levéltárban járt, így lehetett lépben, hogy gyakorlatilag a levéltárosok arra figyeltek, hogy a kutatók ne másolhassanak a dokumentumokat, tehát gyakorlatilag olvashatták, gondolataikat jegyzetelhették, de nem lehetett átírni a dokumentumokat, amikor tudjuk, hogy ez egy fontos része a mi munkának, amikor levéltári kutatásról van szó. Átérnék a 1881 egyes kutatási kérvény előtt hogy jegyezzem meg, hogy ebben az időszakban a Frankfurt fő feladata, hogy meggyőzze Ludovico Jakobini Miboss államtitkárt, József Reger-Röter kardinális, hogy a római Alexandertyász levéltárosát nem veszi el a magán kihallgatásával 13. Leó pápánál, meggyőzze, hogy egy magyar vonatkozású forrásoknak egy önálló sorozatban való feldolgozásra kerüljön szapostori szentszék tervei közé a magyar egyház költségvetésén és a paptörténészet forrásgyűjtő és feldolgozó munkája alapján. Itt kitűnő a Tusor Péter tanári munkájából idéznék, mivel kiválóan összefoglalja a helyzetet a vállalkozás terén. A vállalkozás révén a pápaság különösebb áldozatok nélkül felzárkózhat a modern történettudomány terülegesen pártfogoló állalak sorába, egyúttal pedig a magyar katolicizmus, a tudományosság nemzetközi hírneve is jócskán örgevedne. Nagyívű elképzelése végső soron, amennyiben tudnélik, az anyagi fedezetet sikerül majd előbb teremtenie, kedveztető fogadtatásra találta újjában. Tehát Frappnói a Monument a Vatikának munkálatainak megkezdésére irányuló tárgyalásokon vett részt már 1881. májusra és 15. június 15-e között. Ekkor valójában már a levéltárban járt és be is lehetett mutatni, tehát a kérmények, most megtalált kérmények ezt is mutatják, hogy ezt még Budapestről küldi május 15-én kérvényében Ludovici Jakobini Miborosnak hajnal előzetes levelére hivatkozva kéri a kutatást május 26-ától, vagy az 1300 és 1526-os évekből származó források anyagát átnézhesse, ezek között a főleg a Nunciatőnél a Germania első és második kötetére szeretne kérni kardinál Campeggio egyik levelére, letterelni Nunciatőre kérményt. Itt a második bejegyzésnél láthatjuk, hogy el lett fogadva a kérvényben. A kérvény úgy volt szokás, hogy Ludovico Jakobini Miboss államtitkárnak címezték, majd ő jóváhagyta és átküldte a vatikáni levéltár prefektusának. Tehát jóváhagyták, és még látjuk Pietro Pallan bejegyzését is, aki ekkor a levéltáros, Sciusi pure i documenti usati con gran circospezione il primo e il secondo volume si possono consegnare il secondo è nella mia stanza per ennesimo possibilmente si ritardi fino dopo le vacanze. Tehát az első két kötet, első kötet szabad volt, a második a szobájában őriztek, tehát nem nyúlhatott hozzá egészen a nyári szünet végéig. Magyarországon tevékenykedő Campeggio pápai kötetek jelentése 1526 előtt a Nunciatura Germania kötetei között voltak felelhetők,
Frappoli az okmánykár második sorozatának pápai nuncusok a magyar történelmhez kapcsolódó jelentésnek állap kidolgozta fel. Az első közöttek kerültek Kámpöcsőkor nuncus jelentései. Ugyanígy visszatérve a frappolói előkészítettek korai munkálatokat az okmánykár első sorozatának első kötetéhez a Magyarországon járt pápai tizedszedők 1281-1375 között időből fennmaradt számadásai alapján. Egy másik Rómából címzett levélben, 1881. június 6-án fakultásának meghosszabbítását kérte, már egy hosszabb listát mellékelve, ami egyértelműen azt jelzi, hogy kutatásai folytatódtak. Ezek közül említhetjük például kikérte a Nunciaturai Csermán Otrános 54-es kötetét, ezen belül külön csak Kampecsó Bíboros leveleire fektetett hangsúlyt, folytatta a tanulmányait a Letteredet Principii első kötetében, 7. Kelemen pápa leveleire is betekintést nyert. Ugyanígy látjuk a levéltáros feljegyzését, Köszönöm, letterezett Ramon a legolgulási fantatre, mondom annak asszát, a limitző novembre, no ez a minálto. Quel volumen szendoli nuovo legato, le dette lettere non si trovano più là. Sono certamente messe in volume separato. Tehát már találunk a levéltáros jegyzetét, hogy gyakorlatilag az anyag, amit keresett Frappoli, már nem abban a kötetben volt elhelyezve. ...1882-ben pedig már Frappolit és Tarkánit is megint csak május elején Rómában találjuk. Egy év elteltével korábban még nem ismert problémát léptek fel, mert ugye eközben a magyar forráskiadás munkának és szervezésének nagy folyamata volt. Újabb problémák léptek föl, például Jakubi kezdeményezése szerint a tanulmányok kiadása a Szent Cég felelősségéhez tartozik, ezen túl aggódott a pápai nunciusok jelentésének nyilvánosságra hozásáért is. Végül is Pietro Balan alleltáros oldotta meg a kételyeket, kijelentve, hogy ő maga ellenőrizné le a tanulmányok tartalmát. Ezúttal Frappoli kiköszöbölt a Jakubi minden akáját a jövőbeli forrásfeldolgozásokkal kapcsolatban. 1882. májusára rendeződtek a munkálatok feltételei, amit Jakubi bíboros május 19-i hajdal bíborosnak írt levele is igazol, amiben leírja, hogy a pápa és a Szent Cég is érdemesnek tartja a munkát, sua santità forse assai di buon grado tale manifestazione ed è compiando un grandioso concerto alla generosità dei vescovi. Si è degnato a ordinare che si desse tutto il conveniente appoggio, direzione e protezione per le ricerche necessarie all'opera, ben persuasa che la maggior luce data con tal pubblicazione ridonderà la gloria della religione e della nobile nazione ungherese. Ezen események után Hajnaldi megfelelőnek tartotta a pillanatot arra, hogy összehívjon június 4-én egy értekezletet az ajánlatelők jelenlétében a Szent István Társulat üléstermében, és végre kirajzolódott a pontos munkamenete, a jövőbeli munkamenete így lett kidolgozva, hogy a pápai levéltárban létező segyházunkat és hazánkat illető történeti emlékek kiadása két sorozatban lát napvilágot, Magyar Királyok udvarában működő pápai nunciusok levelezésének kiadása és a Teider Monument a cím munkájának kiigazítása és folytatása révén vatikáni magyarországi okmánykár jön létre. Az értekezlet folyamán kinevezték a munkabizottság tagjait is, Ipolyi Arnold püspök bizottsági elnök vezetése alatt,
Frankói, Tárkány, Kamosz, Romber Akadémiai tagokat. Tudományos bizottság legfontosabb feladata a hazai források másolatának összegyűjtése, kötetek kiadásának sorrendjének meghatározása, szerkesztési munkának irányítása. A munka végeredményeknek kiadása hazai nyomdában, ezen túl kötelezettek évente az előző év munka kimutatását, a jövő évi munkatervet és költségvetés kimutatást is bemutatni a bizottság elnök által összehívott értekezleten az ajánlattevő jelenlétében Budapesten. Ekkor 1882-es tanévben, hogy folytassuk praktikai kutatásait, a titkos levéltár csak november 6-án nyitott, most szerencsések vagyunk, hogy már hamarabb nyit várnak egészen november 6-áig a kutatók számára, és praktikai november 18-áig tartózkodott Rómában, az 1844-1865-ös tanévben, amit tudjuk, a Laterán Registrum sorozatok, a datária működésére kapcsolatos Ullák Registrum sorozata a Laterámban, a titkos levéltárban kapott helyet, így a magyar kutatók közöttük Frankfurt is folytatja a tanulmányait a sorozatok. Frankfurt 1885. október 6-ai Jakobi bíborosnak címzett kérelmében ecseteli, hogy a magyar viszonylatban napvilágra hozott kutatások eredményeit és kezdeti sikereit láthat, több magyar fiatal történetíró kapcsolódott be a munkába, ezért Frankfurt kért Jakobi bíboros kérte a kutatási fakultás megadására Fejér Pataki László történész könyvtárosnak, Pecskó Albertnek, Palomi Erőnek, Tanuszi Lajosnak, Magyarországos Levéltár tisztviseléről beszélünk. Így röviden felszólalásra zárásaként mondhatnánk, hogy áttekintettük a Monumenta Vatikának kezdeti munkálatai, kezdeti éveiben nyerhetünk betekintést, elsősorban a praktikai munkásságát követve, aki a magyar okmányzás szervezési munkálatai alatt utat tört és kiépítette a magyar tudományos élet és a szentély kapcsolatainak mai napig jelentős tűnéreit. És nagyon köszönöm a figyelmet!